A fiatalok lusták, mindig csak a telefonjukon lógnak, és nem tudják, hogy mit akarnak magukkal kezdeni a jövőt tekintve. Gyakran hallhatjuk ezeket a jellemzőket az Z-generációról, akikről legfőképp az idősebbek vélekednek így. A korcsoportok közti szakadék többek között az online világnak tudható be. Én Gubányi Patrik vagyok, és arra, hogy a fiatalok tényleg lusták-e, Bozó Judit pedagógus válaszol nekünk. Egy amerikai online média vállalat nemrégiben készített egy felmérést, melyből kiderült, hogy az 1990-es évek közepétől a 2010-es évek elejéig született Z-generáció tagjait a megkérdezett menedzserek lustának és túl érzelmesnek minősítették. A felmérésben olyan állítások hangzottak el a vezetők részéről, hogy a pályakezdő Z-generációs munkavállalók 70%-ából hiányzik a motiváció és a kezdeményezőkészség. Mit gondolsz erről? Hát én azt gondolom erről, hogy egyrészt nem tudunk azért ennyire általánosítani, mert az, hogy valaki mennyire lusta, vagy mennyire motivált, az nem feltétlen szerintem a generációtól függ, mert korábbi generációkban is nagyon sok olyan ember volt, aki lustább volt, vagy alulmotivált volt. Másrésztről meg szerintem azért Amerikát nehéz Magyarországhoz hasonlítani, és ugye nekünk Magyarországon vannak tapasztalataink. Én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek, tehát az Z-generációnak a tagjai nem feltétlenül lusták, bár biztos, hogy vannak lusták is. Inkább azt mondanám, hogy csöndesebbek és nehezebben megközelíthetőek. És sőt, motiváltak ők, csak máshogy motiváltak, mint az előző generáció. Meg kell találni hozzájuk az utat, oda kell rájuk figyelni. És a kezdeményezőkészségük pedig esetleg azért gyengébb, mert azért egy elszigeteltebb világból jönnek, ugye a számítógépes világból, és ők azok a generáció, akik részt vettek az online tanításban, meg az ugye megéltek egy elszigetelt világot kiskamaszkorban, ami nyilván egy kicsit félénkebbé teszi őket, de hogyha megfelelően állunk hozzájuk, tehát a munkaerőpiacon is más stílusban állnak hozzájuk, akkor ki tudnak bontakozni. Mégis mit gondolsz, hogy mi lehet az oka annak, hogy mondjuk valószínűleg egyébként inkább az idősebbek gondolják így. Ugye beszéltük, hogy azért az internet is felelős lehet, de hogy ők miért láthatják ezt, hogy a fiatalok nem akarnak semmit csinálni, lusták, kényelmesek? Az az igazság, hogy a történelem folyamán az idősebb generáció mindig úgy gondolkozott a fiatalabb generációról, hogy nem annyira jók, mint ők. Tehát ez folyamatosan ismétlődik, és azért is tarthatják őket emellett még lustának, mert más a személyiségük. Tehát más családi háttérből jönnek, más tapasztalataik vannak, és egyszerűen más személyiségek. Tehát, és az idősebb generáció valószínűleg nem akar arra energiát vagy időt szánni, hogy jobban megismerje őket, vagy tudja őket kezelni, hanem sokkal könnyebb azt mondani, hogy ők egyszerűen csak lusták. De mondom még egyszer, az idősebb generáció mindig ezt szokta mondani a fiatalabbra, hogy valamiért nem olyan jó, mint amilyenek ők voltak. Tehát könnyen rájuk húzzák ezt a szót. Annyi szól az idősebb generáció mellett esetleg, hogy az Z-generációban nagyon sok fiatal úgy áll az élethez, hogy megengedheti magának esetleg, hogy kicsit lustább legyen. Ezek azok a gyerekek, akiket a szüleik egy kicsit túlféltenek, és burokban tartanak, ők esetleg elképzelhető, hogy kicsit lustábbak, mint a többiek. Akkor igazából ezt otthonról is hozhatják. Igen, szerintem mindenképpen. Tehát a Z-generációnak a szülei, ugye az X-generáció tagjai, és ők egy kicsit liberálisabban kezdték el nevelni a gyerekeiket, sokan átestek a túloldalra, tehát talán egy kicsit túlságosan is liberálisan nevelték a gyerekeket, túlságosan túlféltve, mindig esetleg kocsival fuvarozva, vagy úgy gondolják, hogy nem muszáj még elköltözni a gyermeknek a 20-as éveiben. Tehát ez a túlféltett nevelési mód is okozhatja ezt, igen.
hogyan kéne a szülőnek hozzáállni a gyerekhez azért, hogy legyen talpra esett, tudja, hogy bele kell fektetni az energiát abba, amit éppen csinálsz, legyen az iskola, legyen majd az később munka. Mert ugye, ha az van, hogy már iskoláskorban azt érzi a gyerek, hogy mindig vannak mögötte, mindent elrendeznek a szülők, kényelmesen él, igazából tényleg nem kell csinálnia semmit, de mégis mit kéne csinálniuk a szülőknek, hogy azért a gyerek azt érezze, hogy igenis oda kell, hogy tegyen magam. Ugye én is szülő vagyok, van két gyermekem, aki szintén ennek a generációnak a tagja, és úgy gondolom, hogy hát nekem személy szerint a legnehezebb feladat az életemben, hogy megfelelő jó anya legyek, vagy talán ez volt a legnehezebb, hogy ezt jól csinálja az ember, és mikor benne vagyunk, akkor azért könnyen tudunk úgymond hibákat elkövetni, de hát mi is emberek vagyunk, visszanézve tudja már az ember elmondani, hogy esetleg hogy kellett volna jobban. Úgy gondolom, hogy az arany középút a legjobb, tehát legyünk liberálisok, legyünk támogatók, adjunk nekik egy védelmet, de amellett adjunk nekik annyi szabadságot is, hogy azért ki tudják nyitogatni a kis szárnyaikat, és bízunk bennük. Tehát nagyon fontos, hogy mikor valamilyen kihívás elé szeretnének menni a gyerekek, akkor ne fogjuk őket vissza, hogy jaj, mi lesz a baj, jaj, el fogsz esni, és valami probléma történik veled, hanem inkább engedjük őket, akkor is, hogyha elesnek, akkor is, hogyha valami rossz fog velük történni, és majd felállnak. Pont ebből ez emiatt lesz majd önbizalmuk, meg erősebb az önértékelésük, tehát bíznunk kell a gyerekekben, úgy kell őket védenünk, hogy amellett szabadon is engedjük őket. Még folyamatosan éreztetnünk kell velük azt, hogy nagyon szeretjük, nagyon támogatjuk őket, pont olyanok, amilyenek ők, elfogadjuk őket, de legyenek azért határok is, legyenek elvárásaink, ez nagyon fontos, amihez tartaniuk kell magukat. A régebben azért úgy működött, hogy a gyerekek iskola után összehívták a csapatot, elmentek játszani, focizni, akár csak sétálni, beszélgetni. Ez a mai világban ez nincs így. Sajnos, állandóan a telefont nyomkodják, rengeteg kommunikációs forrás van, nem kell elmenniük sehova. Mit gondolsz, a szülők ezért is felelősek lehetnek? Tehát érdemes lenne beosztani nekik azt az időt, hogy a gyerek oké, nyilván lóghat a telefonon, de hogy legyen korlátozva, és igenis menjen ki a szabadba a barátokkal. Ez nagyon nehéz a szülőknek, mert azért van a gyerekeken egy ilyen globális hatás, egy globális olyan nyomás is, hogy hiába megy ki a gyerek játszani, hogyha a többi gyerek bent ül és nyomkodja a telefont, úgyhogy semmiképpen nem a szülők tehetőek felelőssé ezért, mert egyszerűen ez egy ilyen világ. Hát megváltozott a világ, minden gyerek otthon ül, és a számítógépen játszik. Azt gondolom, hogy a szülő esetleg azt teheti, hogy irányítsa a gyereket valamilyen sporttevékenység, vagy délutáni szabadidős tevékenység felé. Mutasson neki olyan sportolási lehetőségeket, vagy szabadidős tevékenységeket, ami a gyereket érdekelni, és hogyha oda eljár, akkor ott meg lesznek a megfelelő szociális kapcsolatai, és tud a valós világban is kapcsolatokat építeni. Szerintem ezt tudja esetleg csinálni a szülő. Mennyiben és miben lehet nehezebb dolguk a fiataloknak, mint mondjuk a régi ifjúságnak? Annyiból van szerintem sokkal nehezebb dolguk, hatalmas olyan stressz nehezedik rájuk, ami a korábbi generációkon nem volt. Tehát, hogyha csak azt nézzük, mivel az internet miatt minden információ eléri őket, olyan információkat is fel kell dolgozzanak, amire esetleg még nem elég érettek, akár háborúk, vagy természeti katasztrófák, bármi, és a korábbi generációk azért rengeteg információtól el voltak zárva, és sokkal könnyebben megélhették a kis gyerekkorukat, kamaszkorukat, tudtak saját magukra jobban fókuszálni. Azért ezeket a gyerekeket mondhatjuk, hogy így nyomja a világ terhe. Amellett maga az a tény, hogy rendszeresen hallják, hogy majd pár évtized múlva lehet, hogy majd élhetetlen lesz a bolygónk. Azért ez egy olyan kijelentés, hogy nagyon nehéz ennek a terhét is magukon cipelni, meg azon gondolkozni, hogy akkor ők vállalhatnak-e gyereket, vagy egyáltalán hogy tervezhetik a jövőjüket. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly stressz rajtuk, amellett, hogy rengeteget kell tanulniuk az iskolában, a mai gyerekeknek sokkal nagyobb elvárásokkal kell szembenézni az iskolákban, mint a korábbi generációkban, tehát kevesebb idejük van arra, hogy önmegvalósítsanak, egyszerűen csak jól érezzék magukat, nevessenek, és kikapcsolódjanak.
az időseknek ezt kéne igazából tényleg látni és megérteni. Igen, igen. Hogy halad a világ. Halad a világ. Együtt, igazából nekik is kéne haladni, igen. És meglátni azt tényleg, hogy a gyerekeknek mennyivel nehezebb dolguk igen. van, mennyi feladat hárul rájuk, és egyébként, igen. hogyha azt hallják folyamatosan, hogy ők lusták, ők semmire nem jók, akkor olyanok is lesznek, és nem ezt igen. kéne erősíteni bennük így. Nem. Tehát a gyerekeknek folyamatosan a gyerekekre oda kéne figyelni, mert ha szeretek egy gyereket, akkor odafigyelek rá, és ha odafigyelek rá, akkor látom a jó tulajdonságait, és meg kell őket dicsérni érte. Tehát, hogyha esetleg azt látom, hogy lusta, de közben látom azt is, hogy kreatív, okos, intelligens és széles látókörű, akkor jó, hogyha ezt kiemelem, hogy mennyire örülök neki, hogy ilyen okos vagy, hogy ilyen kreatív vagy, hogy ilyen jó gondolataid vannak, nagyon büszke vagyok rád. Tehát, hogyha ezt a gyerek sokszor hallja, akkor olyan motivált lesz, és annyira fog örülni, hogy esetleg saját magától változtat az esetleges lustaságán. Tehát nem szidni kell a gyerekeket, hanem meg kell találni az értéküket, meg kell megtalálni, hát ott van nekik, meg kell látni, és folyamatosan fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy bizony ez benned egy hatalmas érték is, és nagyon örülök neki, és így fog a gyerek saját magától szárnyalni, és ki fogja magából hozni azt a sok jó dolgot, ami esetleg benne van, de még nem valósította meg. Miben erősebb a mostani Z-generáció, mint idősebb társaik, és miben gyengébbek? Abban erősebbek az Z-generációnak a gyermekei, sokkal széles látóbb körülbek, kreatív, hát nem is tudom, lehet, hogy kreatívabbak, bár ebben most így bizonytalan vagyok, széles látóbb körülek, sokkal elfogadóbbak, mint a korábbi generációnak a fiataljai vagy felnőttei, minden téren elfogadóak az embertársaikkal szemben, tehát sokkal inkább nézik az embereknél az emberi értékeket, nem előítéletesek, és ez szerintem nagyon-nagyon pozitív, mert ezek a tulajdonságok fontosak ahhoz, hogy azért tovább legyen élhető a világ, amiben beleszülettek. Hogy miben gyengébbek ezek a gyerekek? Az az igazság, hogy olyan fiatalok még, hogy azért erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, mert még most jelentek csak meg a munkaerőpiacon, tehát nem is biztos, hogy gyengék lesznek, szóval, hogy nem, én nem lehet, gondolom, hogy nem lesznek gyengeségeik. Igen, én nem gondolom, hogy ők gyengébbek, igen, mert hogy mondhatjuk azt, hogy most ezek a 17-18-19 éves gyerekek esetleg bizonytalanok, vagy nincsen önbizalmuk, de hát nekem se volt ennyi idősen, szóval még várni kéne egy 5-10 évet, és újra megkérdezni ezt a kérdést. Vissza fogunk térni rá, akkor Igen. Hogyan segíthetjük a fiatalokat abban, hogy ki tudjanak bontakozni, magabiztosabban és határozottabban tudjanak helytállni, mind a hétköznapokban, mind az iskolában, mind a munkavilágában? Hát úgy, hogy odafigyelünk rájuk, elfogadjuk azt, hogy ők mások, mint mi, nézzük az értékeiket, a jó tulajdonságaikat, sőt, azt is jó lenne látnunk, hogy vannak olyan dolgok, amiket sokkal jobban tudnak, mint mi. És ilyenkor nem lenyomni kéne őket, és nem frusztrálva kéne érezni minket emiatt, korábbi generáció tagjairól beszélek, hogy lehet, hogy ez a gyerek széles látóbb körül, vagy jobb a rálátás a dolgokra, vagy ilyen fiatalon már ilyen bölcs, hanem ezt meg kell nekik mondani, hogy milyen fantasztikus, hogy ti ennyi idősen már esetleg ilyen dolgokat tudtok látni, és hogy milyen sokra tudjátok esetleg vinni ezekkel a képességekkel. Én azt korábban nem említettem, hogy ezek a gyerekek rengeteg nyelven beszélnek már, tehát az angol mindegyiknél alap, és még erre jön rá általában egy vagy két nyelv, ami segíti őket ahhoz, hogy tulajdonképpen ők ilyen globális állampolgárok legyenek, tehát könnyen boldogulnak a világ minden területén, hogyha ügyesek. Szóval ebbe kell őket segíteni, hogy nem hogy támogatjuk, de hogy látjuk a színeiket. A munkaerőpiacon pedig biztatni és dicsérni kell őket ugyanúgy ott is. Otthon is, családon belül is, munkaerőpiacon is dicsérni őket, támogatni őket, úgy, mint ahogy minden embernek erre szüksége van. És akkor szerintem szárnyalni fognak, és ha pár év múlva visszatérünk ezekre a kérdésekre, akkor boldogan beszélünk az Z-generációnak az eredményeiről. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy tényleg az internet milyen káros, de egyébként vannak pozitív hozadékai. Vannak, abszolút. Tehát az, hogy a gyerek mondjuk ilyen tájékozott, széles látókörű, nyelveket beszél, van rá ingerenciája, hogy nyelveken beszéljen, ez szerintem azért az internetnek is nagyon Igen, abszolút, és annyiban lehetnek hatással a szülők a gyerekekre, hogy megbeszélik velük, hogy mennyi időt érdemes játékra fordítani,
és hogy milyen dolgokat lehet azért az interneten még találni, látni, mondjuk mikor még kiskamaszok, amivel érdemes foglalkoznia, hogy hasznosan töltse el a szabad idejét. Vagy ha már úgy gondolja a szülő, hogy túl sok időt töltött el a gyermek internetes játékkal, akkor nyugodtan a szülővel együtt lehet találni valami olyan közös programot, például elmenne az erdőbe sétálni, vagy a kutyával, hogy leérezze a gyerek frusztrálta magát, amiért abba kellett hagyni esetleg a játékot. De nagyon sok hasznos dolog van az interneten, ami őket fejleszti, így van. Tehát minden elérhető nekik, és pont ettől lesznek széles látókörűek, intelligensek, értelmesek, okosak, bölcsebbek, mint mi voltunk ennyi idősen. Köszönöm, Judit, a beszélgetés nagyon hasznos volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ismét minket választottatok. Hamarosan újra találkozunk, de addig is hallgassátok vissza előző podcastjainkat, valamint izgalmas cikkekért látogassatok el a home.hu weboldalára. Legyen szép napotok, én Gubányi Patrik voltam. Sziasztok!